A kétfarkú kutya párt fórumot tartott délután a nyugdíjasoknak. Mi történt ott? Beszéltem a nyugdíjasokkal, hiszen sem a nemzeti, sem a úgynevezett független sajtó nem szeret most éppen minket. Eddig szerettek, most már nem vagyunk olyan jó fejek, mert látják, hogy március 15-én azért egy 11-2 ezres tömeget ki tudtunk vinni az utcára, amit a többi párt nem tudott megcsinálni. És most valahogy se közvéleménykutatók nem mérnek, se senki, úgyhogy hát nekünk kell ilyenkor a klasszikus propagandát, fölkeressük a választóinkat, micsoda vicc, micsoda hülyeség, anélkül, hogy nagyon sajtónyilvános lenne. Ugye kértem is, hogy ott ne forgassunk, mert nem nagyon szeretünk se ugye óvodába, iskolába, meg nyugdíjas klubokban sem kampányolni. Én igazából csak azt mutattam be, azt mondtam el a klubok tagjainak, időseknek, nyugdíjasoknak, szépkorúaknak, hogy nekünk közösségi projektjeink vannak, a kampánypénzünket ugye a Rózsa Sándor népi kampánypénztékozó alap keretében visszaadjuk az embereknek, közösségeknek, 115 pályázat, kb. 155, 160, 170 millió, már nem is tudom mi a vége, kapnak. Ilyen vicces dolgok, mint a Bohóz doktorok, a Nagykovácsi Ebatta játszótér 9,5 milliót, Ovisoknak 6000 példányban mesekönyvet, országosan fogunk teríteni, Welshben egy saját magyar könyvtárat alapítottunk, a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár adott nekünk 57 doboz könyvet, mi biztosítottuk a fuvart, illetve a helyszínt, de művészeti, közösségi projekteket támogatunk ebből a pénzből, legyen szép, vicces és hasznos, vagy legalább ezek közül kettő, és akkor tudjuk támogatni. November végéig egy 200 pályázat érkezett be, ebből olyan 120-115 tartottunk megvalósíthatónak, és ezek most is folyamatban vannak. A Facebook oldalunkon van egy fénykép album, tehát a Kétfarkú Kutyapártnak a Facebook oldalán, kimondottan a Rósánék a téka, ugye ez a rövidítése ennek a Rózsa Sándor kampánypénztékozásnak. Már kész projektek ott vannak, tehát a vízibúvárok már megkapták az oxigén palackot, illetve a ilyen termó meleg ruhát. A busz megvettük már a Bohóz doktoroknak, tehát már vannak fotók, már látják, hogy nem egy wellness hétvégén, egy Maseratiban töltjük ezt a kampányidőszakot, nem simogatjuk egymás buksiját egy termálvizes fürdőben, hanem mi kint vagyunk az utcán, mi csináljuk a projekteket, ha művészeti, ha hasznos, ha közösségi. És most ennek ez az egyik állomása, a láthatatlan szoborpark, ami ugye Budaörsön, itt az Osan és a Baros utca közt épül, vagy illetve hát ugye az a lényege, hogy nem annyira épül föl. Ennek a művészeti projektnek az a lényege, hogy szép és vicces, vagyis itt mindenki saját maga a szobor. Mi mindig minden hónapban ötféle különböző feliratot kirakunk, például a legmenőbb Bovis, a hőszerelmes, igazi sportember, oda lehet állni, és mindenki tudja fotózni magát, és ő maga tulajdonképpen a szobor, ezért láthatatlan szoborpark, hiszen lesz egy talapzat, lesz egy felirat, de nincs úgymond fizikálisan jelen egy alkotás, hanem az ember maga az alkotás. A hétvégén jönnek a választások, bejut a parlamentbe a vicces párt. Kivel képzelitek el, hogy koalícióra léptek? Jussunk be. Nyilván minket ugye a közvéleménykutatók nem mérnek, de a Kutyostat az mér, 127%-on állunk. Már lehet, hogy időközben sikerült 125-re levinni, de pont tegnap előtt mondta a Gergő, a Kovács Gergő, a pártelnök, hogy 99%-ra kell ezt levinnünk, hogy hitelesen tudjuk megnyerni ezt a választást. Jelen pillanatban az 5,01%-kal már boldogok vagyunk. Nyilván az a cél, hogy legalább egy-két emberünk bejusson, és ott olyan közösségi dolgokat tudjon csinálni, amit nem mondanánk még el, hogy lesz. Vicces is lesz, viszont nagyon hasznos is lesz, amit mi ott csinálni fogunk. Koalíciót nem tervezünk, nem azért alapítottunk pártot, hogy aztán Vona Gáborokkal és Gyurcsány Ferencekkel kelljen nekünk koalícióra lépni, nekünk nem kell koalícióra lépni senkivel sem. Mi elég jó protest szavazatokat fogunk kapni a választáson, amik meg fogják azt mutatni, hogy az emberek nem feltétlenül szeretnének háborúzni 0-24-ben. Tudják azt az emberek, hogy a barátaik
lehet, hogy egy másik pártra, szomszédaik másik pártra szavaznak, de nem fognak emiatt velük összeveszni, ők az átlag emberek. Csak velünk épp azt akarják elhitetni az úgymond komoly pártok, hogy csak közöttük lehet választani, és akkor hol ez jut hatalomra, hol az jut hatalomra, 28 éven keresztül ők voltak hatalmon. Hát látjuk, hova süllyedt ez az ország. Mi azt mondjuk, hogy jöjjön egy ilyen művész, központú, vicces, tükröt tartó párt, legyünk benne a köztudatban, és legyenek benne azok a projektek, amit mi csináltunk eddig a saját pénzből, most ugye a kampánypénzből, de egyébként meg marhára nem nekünk kéne ezt csinálni, ezeknek már készen kellene, hogy legyenek, ez már úgymond a mi adópénzünkből a közhivatalnokok, munkások, akiket mi berakunk oda a parlamentbe, már rég meg kellett volna, hogy csináljanak. Nem azért festjük a járdát négy színre, hogy mert nincs jobb dolgunk, mert biztos lenne más, amit ahol tudnánk segíteni. Azért csináljuk ezt, hogy észrevegyék azok, akiknek meg kellett volna javítani a járdát, vagy Szentendén az erdei fahidat, vagy Üllön buszmegállót kellett volna tervezniük és rakniuk, hogy elfelejtették. És akkor tessék most megcsinálni. És akkor ilyenkor vannak olyan vicces dolgok, hogy mi lefestünk piros színre egy padot, mert nem festették le 10 éve, és akkor másnap az önkormányzat átfesti zöldre. Szóval vannak olyan dolgok, amik teljesen érthetetlenek. Na most ezek az emberek 28 éve itt basáskodnak, uralkodnak, és igazából a saját vagyonukat gyarapítják, hát ki ügyesebben, ki kevésbé ügyesebben. Rajtunk látszik, hogy mi inkább lelkesek vagyunk, mint szépek, és inkább ügyesek, mint lopósak, úgyhogy reméljük, hogy bizalmat kapunk azoktól az átlagemberektől, akik látják azt, hogy miket csinálunk, bár mondom, ritkán szoktunk megjelenni normálisan a médiákban ezekkel a kedves kis projektjeinkkel. Most már talán azért így, hogy 2-4%-on mérnek minket az úgynevezett hivatalos közvéleménykutatók, ami ugye több, mint az Együttnek, és hát közelít mondjuk egy ilyen Momentum, LMP, nem tudom, ők most hogy állnak szinthez. Még azt mondom, hogy lehet meglepetés is ez a választás, és reméljük, hogy meglepetés lesz, és bekerül a kutyapárt végre. Az eredménytől függetlenül folytatjátok ezt a tevékenységet? Hát mi régebb óta létezünk, mint az LMP, a Jobbik, a DK összeadva, szóval mi 17 éve csináljuk a stencilezést, a matricázgatás, a vicces feliratokat, mondom, ezeket a furcsa művész dolgainkat. Most eddig ugye emberek utaltak nekünk pénzt, amikor így kértünk, hogy most így Bürömön buszmegállót kéne építeni. Ha ugye meg lesz az 1%, akkor kapunk majd pénzt. Természetesen ezt nem magunkra költjük, mert eddig sem magunkra költöttük, meg a saját zsebünkből költöttük, hanem nekünk van egy ilyen furcsa elhivatottságunk, és ugyanúgy folytatjuk ezeket a pályázati dolgainkat.